Annak idején, amikor Gátsoron átadtunk egy kis játszóteret, akkor ígéretet tettem arra, hogy itt a belterületen, a faluban is lesz majd egy új játszóterünk. És az a régi központi játszóterünk, amely nagyon elavult már mára, az felszámolásra került, hiszen azon a területen ott hátul szeretnénk azt a turisztikai központot majd kialakítani, amelyről már olyan sokat beszéltünk. És szerettük volna élettel megtölteni ezt a gyönyörű szép parkunkat. Éppen tegnap az Ausztrál Televízió munkatársai jártak erre, és irigykedve mondták, hogy Sydneyben nincs ilyen szépen karbantartott park, mint a mi Szent István parkunk, és valóban ilyenkor, főleg májusban, amikor a virágok elkezdenek nyílni, és a füvünk az olyan szép zöld, mint Angliában, ugye nem látják mondjuk augusztusban, addigra már mindig megváltozik ez a zöld szín, ilyenkor valóban szerintem luxus nem mindig igénybe venni ezt a parkot. Így viszont ennek a játszótérnek köszönhetően azt gondolom, hogy ide tudjuk csalogatni az ásotthalmiakat, a családosokat, gyerekeket, nagyszülőket, akik itt üldögélve a fák árnyas hűvöstadó lombkoronája alatt tudják élvezni ezt a gyönyörű szép parkot. És nagyon fontos hiányosság volt még az is, hogy ott a másik játszóterünkön nem voltak ilyen gyönyörű szép fák, amelyek azért árnyékot tudnak majd a nyári nagy melegben adni. Renáta tulajdonképpen elmondta a legfontosabb információkat. Az önkormányzati hozzájárulás az nagyságrendileg 2 millió forint volt, de én is hagyj köszönjem meg külön az önkormányzati munkatársaim hihetetlenül komoly munkáját, akik például ezt a kerítést saját kezűleg meg tudták csinálni, és ebben a kivitelezésben részt tudtak venni. Igyekeztünk betonelemekkel, illetve mindenféle mesterséges elemekkel nem telepakolni ezt a játszóteret, hiszen megőrizzük majd ennek a játszótérnek és ennek a gyönyörű szép parknak az eredeti hangulatát, azt, hogy a gyermekeink ne úgy nőjenek föl, mint mondjuk betondzsungelben más gyermekek, illetve arra szeretném még felhívni majd a figyelmet, hogy azért ennek rendszerszerű használatára majd nagyon kell figyelnünk, ezért szintén egy sikeres pályázatunknak köszönhetően nagyon sok helyre tudunk mostantól térfigyelő kamerákat elhelyezni. Ezt a játszóteret is figyelni fogjuk. Én még emlékszem, jó sok évvel ezelőtt, talán még Pőce Levente barátunk még biztos emlékszik rá, amikor itt még ugyan nem voltam polgármester, de az óvodánál nagyon komoly rongálásokat követtek el mindenféle huligánok. Nagyon nem szeretnénk, hogyha ezt a gyönyörű szép játszóteret nem a családosok, nem a gyerekek vennék igénybe, hanem olyanok, akik esetleg tönkre teszik. Itt vannak figyelmeztetések, és természetesen a mászófal sem a fölnőttek számára készült, hanem elsősorban a gyermekek számára. Tehát az a kérésem, hogy közösen óvjuk és vigyázzunk majd nem csak erre a játszótérre, hanem minden olyan új beruházásra, aminek a kivitelezése ebben az esztendőben megkezdődhetett végre itt Ásotthalmon. Közös érdekünk, hogy vigyázzunk, óvjuk ezt a gyönyörű szép települést. Úgyhogy én akkor nem is szaporítom a szót, hiszen vélhetően a gyerekek már türelmetlenül várják, hogy igénybe vehessék majd ezt a játszóteret. Külön szeretném fölhívni a figyelmet itt oldalt erre az UFO elnevezésű, hivatalos elnevezésű eszközre. Hát ez az, amit szerintem még mi felnőttek is ki fogunk próbálni, utána viszont nem sok fröccsöt kell a majális keretében inni ahhoz, hogy kellőképpen elszédüljünk, úgyhogy mindenki csak óvatosan, kellő körültekintéssel használja majd a játszóteret. Én akkor nagy szeretettel és tisztelettel átadom az ásotthalmiaknak a valóban igazi közösségi döntéssel szemünkfénye névre keresztelt játszóteret, és akkor mindenki használja egészséggel és sok-sok-sok-sok örömmel.
játszótér átalakítását már igazából több éve tervezi az önkormányzat, hiszen van egy nyertes beruházás arra a területre, ahol jelenleg él a játszóterünk. Két pályázati forrást hívtunk segítségül, az egyik az Emberi Erőforrás Operatív Program pályázati forrása, a másik pedig a Településfejlesztési Operatív Program forrása volt. Mind a két célterületen az a feladatunk, hogy a közösséget megmozgassuk, a gyermekeknek, fiataloknak biztosítsunk közösségi teret, és ebbe bevonjuk a lakosságot alkotó tevékeny formába is. Így került sor ennek a játszótérnek végül is a megformálására. Egy mászófallal bővült a paletta, hiszen eddig ez még nem volt ásotthalmon. A felmatricázott mászófal egy hegyet formáz, ezzel szerettük volna itt a síkvidéki alföldön egy kicsit a hegyvidéki tájat is megjeleníteni, és ennek a játszótéri falnak az elkészítésében, illetve a park kialakításában az önkormányzat önereje és munkája is benne van, hiszen nagyon sokat dolgoztak rajta a műszaki csoport tagjai is azért, hogy elkészülhessen ez a fal gyakorlatilag egy hónap alatt. A név is különleges, abban is a közösség ereje mutatkozik meg. Igen, a játszótér elnevezésében is az volt a célunk, hogy megmozgassuk a lakosokat, és egy felhívást tettünk közzé arra vonatkozóan, hogy javasolhatnak neveket az új játszótérnek. Több mint 50 javaslat érkezett a gyerekektől, felnőttektől, idősektől a Facebookra, és ebből a listából sikerült kiválasztani az elnevezést, így kapta a szemünk fénye játszótér nevet az új játszóterünk. Azt, hogy pont ezen a helyen alakították ki ezt a játszóteret, ennek mi a jelentősége, vagy ez hogy sikerült kiválasztani? Nyilván fontos, hogy egy központi helyen legyen, de voltak-e még más szempontok? Igen, nagyon fontos szempont volt az, hogy a falu központjában kapjon helyet, illetve egy új nézőpontot szerettünk volna behozni, hogy árnyékos legyen a játszótér, és itt a Szent István téren ezek a gyönyörű fák adottak ahhoz, hogy kellő árnyékot biztosítsanak a nyári melegben is az itt játszó gyermekeknek, illetve az őket váró szülőknek.